A központi felvételi vizsgák után a február 22-e az a dátum, amelyre a legtöbb leendő középiskolás figyel. Eddig lehet beadni a középiskolákba való továbbtanulási szándékot. Most kell eldönteniük, hogy mely képzési területeket jelölik meg a felvételiző diákok. Manapság egyre többen döntenek úgy, hogy egyszerre szereznek szakmát és érettségit. Kecskeméten egyre népszerűbb a szakképzés. Ignác Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum igazgatója a KTV kiemelő című műsorában azt mondta, nagy előnyt jelenthet sok fiatal számára, ha egy szakma is van a kezében. A képzési rendszer nagy mértékben változott az előző évekhez képest. Nem csak a szakmák nevei változtak, hanem a jelentkező diákoknak elsőként az ágazathoz tartozó ismereteket közvetítő képzést kell tanulniuk. Valaki el akar menni fodrásznak, hogy ilyen hétköznapit mondjak, akkor először egy szépészet ágazatot fog tanulni 2 évig, aminek a vége az, hogy tesznek egy ágazati alapvizsgát, megismerik a szakmáknak ezt a családját, és akkor az ágazati alapvizsga végén, 10-ben, vagy a szakiban 9. évvégén már úgy lehet mondani, hogy biztonsággal tudnak dönteni, hogy igen, én akkor például fodrász akarok lenni. Kecskeméten a duális képzés is népszerű. A Kecskeméti Szakképzési Centrum rendszere arra épül, hogy a térség vállalkozóival, a gazdasági élet szereplőivel együttműködve olyan szakembereket képezzenek, akiket itt helyben tudnak alkalmazni. A szakközépiskolákban a képzés nagy részében a vállalati szereplőknél gyakorolhatnak a tanulók, de a tömbösített képzések bevezetése révén már a technikumokban is egyre több gyakorlati időt tölthetnek el a diákok valós munkahelyi környezetben. Nem egy szimulációban élnek a mi diákjaink, hanem valóban szakképzési munkaszerződést kötnek már, és ennek keretében munkabért kapnak, szakképzési munkabért kapnak, amely minimális összege 100 000 forint havonta, de ezért értelemszerűen nem csak söprögetni kell, hanem valóban meg kell őket tanítani olyan színvonalon, hogy besegítsenek, kiegészítsék, termeljenek is az adott cégnél. A Kecskeméti Szakképzési Centrum szoros kapcsolatot ápol a Neumann János Egyetemmel. Például az okleveles technikusként végzett diákok többletpontokat kapnak, ami egyenes út az egyetemre. A szakember szerint a továbbtanulás előtt álló fiataloknak érdemes a szülők és szaktanárok, osztályfőnökök tanácsát kikérve dönteni arról, hol folytassák tovább tanulmányaikat.